Az Estadio da Luzban úgy lép pályára a Ferencváros, hogy már biztosan csoportkörös, csak azt nem tudni hol. Amennyiben kiejti a Benficát, amely tényleg nagyon nagy falat, azért tényleg portugál csapat a Benfica, amely a bajnoki címeket szerzett, ugye most pont lemaradtak róla, hiszen a Porto lett a bajnok, tehát most a portugál másodikkal kell megmérkőzni a Ferencvárosnak, de valóban azért a Benfica Európában azért magasra jegyzett csapat, pokoli hangulat van azért általában a Benfica hazai mérkőzésein, és a Benficának és a Ferencvárosnak is ugyanaz a célja, bejutni a bajnokok ligája főtáblájára. Amennyiben ez a, amelyik csapatnak ez nem sikerül, az majd az Európa Liga csoportkörében folytatja, szóval azért mondom, hogy biztosan megvan a csoportkör, de még nem tudjuk melyik. Itt van a Benfica kezdője, ott van Vlahodimos, Ruben Dias, Pizzi, Rafa Silva és Grimaldo, szóval azért vannak itt ismerős nevek, ott van Julian Weigl, akit a Dortmundtól szereztek meg a télen a portugálok. Szóval az, hogy te brutális kerettel van úgymond a Benficának, hogyha ez egy selejtezős meccset, ha most selejtezős meccset veszünk itt figyelembe. A Fradinál bekerült egyébként Szomália a kezdőbe. Úgyhogy ő lesz majd a védekező középpályása a Ferencvárosnak. Sigér helyett, más változás nagyon nincsen. A Fradi nagyon simán ejtette ki a Brüst, igaz azért a második félidőben már szorosabb volt a meccs, úgyhogy a Brüst talált 3 gólt, tehát azon változtatni kell, hogy idegenben 6 gólt kapott eddig a Ferencváros 2 meccs alatt, amely nagyon sok, mindegyik csapattól 3-at, és azért ez egy Benficánál valószínűleg nem fog beleférni. Ami viszont tényleg pozitívom, hogy a Fradi azért rugdosta a gólokat, tehát idegenben 4-et rugott a Brünsnek, 3-at az Olympiakosznak, szóval ez mindenféleképpen pozitívum. Rafa Silva beadása pattan meg, és rögtön jöhet egy szöglettel majd a Benfica csapata. Pizzi adhatja majd be a labdát. 4. perc, jön a labda, és ez úgy Tokmaké. A Benfica tavaly szerepelt a BL csoportkörben, sajnos helyzet közben Dibusznak kell védenie, óriási hiba után. Megvolt az első helyzet a meccsen, a Benfica előtt adódott ez. De szerencsére megúsztuk. Ilyet a második szöglet, megint Pizzi. Sokszor volt húzó ember egyébként a Benfica. A kapura lövi Pizzi, Dibusznak kell kiütnie. Pizzi még, és Tokmak. Szép szerelés volt tőle. Zubkov. Uzuni. Csivics. Természetesen a Ferencvárosnak majd közvetíteni fogjuk az Európa Liga csoportkörös, vagy Bajnokok Ligája csoportkörös meccsét, ez attól függ, hova jut be a Fradi. Meg hát emellett nyilván sorsolunk egy csoportkört, és ott még a legérdekesebb meccseket is megmutatjuk egy-egy fordulóból. Dvali, Szomália, Iszael, nyilván csak 3 selejtező körös ez most, hogy rövidebb idő alatt meglegyen. Iszael helyzetben, Csivics, betekeri középre, ott a fejes mellé megy! Megvolt az első komoly helyzet a Ferencvárosnak, Boli fejelhetett. Itt Iszael szépen tartja meg, nem tudják tőle elvenni, aztán jön Csivics beadása, és Boli aztán kapu mellé fejel. A Brüzse elleni párharcban parádézott gyakorlatilag Frank Boli. Egy kis iróniával élve szerzett 3,5 gólt abban a párharcban. Ruben Dias. A hazai mérkőzéseken pedig viszont nem kapott gólt a Ferencváros, ami a visszavágóra jó előjel, és 4-et rúgott 2 meccs alatt. Pizzi. Ugye lesz majd a grupamában egy visszavágó hazai pályán. 11 év után juthat ismét magyar csapat BL főtáblára. Carlos Vinicius, és jó volt Szomália közbelépése, jól tette bele a lábát egy újabb Benfica szöglet azonban. Gyakorolhatja a sorokrugásokat most a Benfica ezen a mérkőzésen, mintha csak edzésen lennének. Tomás Tavares tartja meg, hát Dibusz köszöni szépen ezt a beadást, ez tökéletes volt neki. Uzuni, nagyon sok hibából kapott gólt egyébként a Ferencváros, ezt a 6 gólt, amit kaptak ugye. Hazai pályán egyébként ott nyilván volt gyakorlatilag egy betonfal a kapuban, azt nem tudta sem az Olympiakos, sem a Brüss bevenni, viszont azért idegenben és voltak olyan gólok, amelyek elkerülhetőek lettek volna abból a 6-ból. Ez a majavítani kell mindenféleképpen. Szomália megszerzi a labdát Vinicius, Carlos Vinicius mellé! Az eddigi legkomolyabb Benfica helyzet talán, ugyan volt egyszer Dibusznak egy védés ott a rövid saroknál, de itt azért ez egy nagyon erőteljes lövés volt, de szerencsére kapu mellé. Benfica ugye 2016-ban többek között volt bajnokok ligája, 8-at döntős is, szóval azért mondom, hogy a Benfica azért a BL-ben tényleg nagyon magasan jegyzett csapat, tehát hogy azért ott van rendre a bajnokok ligájában a Benfica. Ezért is lenne úgymond nagy csalódás a portugáloknak, ha most nem lenne ott. Boli helyzetben, vagy Boli lő, és Vlahodimos vetődik el erre a lövésre. Meg volt a második lövése a Ferencvárosnak, ez is Boli nevéhez fűződik. Szépen elcsavarta, ellenben a görög kapus védett. Tavares. Tárbt.
Vinicius, tárpt. Ugye a Benfica most csatlakozik csak be itt a rájátszásban a selejtezőkörbe. Úgyhogy azért a Ferencváros legalább jobban meccsben van, mint mondjuk a portugálok. Akik ugye lecsúsztak a bajnoki címről is. Hiszen a Porto lett a portugál bajnok. Akár csak két év, akkor a Benfica PAOK-ot verte ki egyébként. A rájátszásban. Az a 1-1 után idegenben 4-1, és egyébként utána a PAOK játszott a Vidivel a csoportkörben az EL-ben. Rafa Silva. Samaris. Mert ebből a Benfica, Samaris, Rafa Silva. Rafa Silva adja be, Carlos Vinicius fölé rúgja. Ezt neki köszönhetjük. Ez bizony nem a védelmen meg Dibuszon múlott. Na itt van még egyszer. Hát igen. Óriási helyzet volt, amelyet most Carlos Vinicius itt elpuskázott. Védők mögé tette be a labdát. Vinicius. Tárpt. Carlos Vinicius szerezte vissza, tárpt. Rafa Silva kapja, és ez most baj lehet, mert most ér vissza csak Lovrencsics, viszont visszamegy Grimaldónak a labda. Grimaldo. Rafa Silva. Egy perc a ráadás, Rafa Silva még. Lepattan. Mindig ott van Rafa Silvánál. Rafa Silva, és Lovrencsics szerzi meg. És itt a vége az első félidőnek, Benfica Ferencváros 0-0. A Benfica ugyan jobban játszott, de gólt szerencsére nem kaptunk, ami tényleg itt ezen a mérkőzésen most úgymond egy nagy cél. Úgyhogy bízunk a hasonlóan jó második félidőben, és esetleg egy ferencvárosi gólban. Jön tehát a második félidő, ezt a Ferencváros kezdte, Szomália, Zubkov, Boli, Tokmak. És rögtön egy támadásra indítatjuk a második félidő, Tokmak beadása nem rossz, Zubkov lövi el, ott a gól! Megszerzi a vezetést a Ferencváros Zubkov lövésével a 48. percben Portugáliában. 0-1, és nagyon közel kerül a Bajnokok Ligája csoportkör. Mert hogy idegenben találgolt a Ferencváros, úgyhogy azért nem volt benne a játékban annyira, hogy a Fradi ma betalál. Itt Zubkov átvesz, és így kell kezdeni egy második félidőt. A Benfica játékosai még bennmaradtak az öltözőben. Zubkov góljával vezet a Ferencváros. Itt Tokmak. Szép labdája. Átveszi Zubkov. És a 6. gólját lövi már. 3-at lőtt az Olimpiákos elleni párharcokban, 2-t a Bruges elleniekben. És most egyedül 1-et a Benfica ellen. Ruben Dias. Beválogatták ugye a portugál válogatottba is. Bizony a védelemnek alapembere, úgymond Ruben Dias a Benficában. Bedobással jöhetnek a portugálok. 50. perc. Tavares. Tárpt. Weigl. Samaris. Megszerzi a labdát. Uzuni. Sajnos nem tudott belőle elindulni, mert visszaértek azért a Benfica játékosai. Rafa Silva. Még azért futott Rafa Silva, de ez így Uzuni. És Uzuni rárúgja Rafa Silvára, és így kapja vissza gyakorlatilag Uzuni. Blažić. Uzuni. Gólt még a selejtezők során nem szerzett Uzuni, viszont gólpasszokat azért már osztott ki. És nagyon nem lehetett a panasz, vagy nagyon nem lehetett panasz a játékára az albán játékosnak, aki a Fradi második nyári igazolása volt Bogdán Ádám után. Utána még ugye jött Lajduni és Kovacevic is, akik közelébként mindkettemben bemutatkozhattak, mert Bogdán egyedül nem. Mindegyik meccsen eddig Dibusz védett. Pici végezheti el majd a szabad rúgását a Benficának. Ruben Dias. Diego Souza jönne Carlos Vinicius helyett, cserélnek a portugálok, és Lajduni Szomália helyett, cserél a Ferencváros is. Zubkov, Boli. Tárpt. Nyilván az a Fradi megérdemelne egy BL csoportkört, hogyha sikerülne a Benficát is kiejteni, mert olyan csapatokat sikerül kiejteni, akik tavaly mind ott voltak a Bajnokok Ligája főtábláján. Mind a görög, mind a belga, mind a portugál csapat ugye tavaly ott volt, akiket a Fradi. Hát egyelőre úgy néz ki, a Benficával együtt kiejtett, bár a Benficát még hivatalosan nem ejtettek ide továbbításra, áll a Ferencváros. Tehát, hogy idegenben vezet.
Lisszabonban. Az Estádio de Luisban. Tokmak. Hát legutóbb, amikor a magyar csapat itt járt, akkor azért nem volt túl sok sikerélményünk, a magyar válogatott 3-0-ra kapott ki Portugáliától. Na de most Zubkov helyzetben 2-0! És akkor most van nagyon nagy előnyben a Ferencváros, mert hogy Zubkov duplázik a Benfica otthonában. 69. perc Zubkov góljával 2-0. És innen van nagyon-nagyon nagy bajban a Benfica. És egyre közelebb a Bajnokok Ligája csoportkörre a Fradi számára. De azért tényleg az nagyon nagy lenne, nagyon nagy szó lenne, ha a Fradi ott lenne mondjuk a BL csoportkörben, és hát esetlegesen azért tényleg elhozhatni a sztár csapatokat, akár egy Real Madridot, akár egy Liverpoolt, hiszen el Harakincsere egyébként közben, akár egy Barcelonát, vagy egy PSG-t, egy Juventust, mert ezt még napokig tudnám sorolni. Ferro, meg azért még mindig lesz egy visszavágó, meg ebből a meccsből is van hátra. De nagyon közel a Ferencváros ezzel a BL csoportkörhöz, mert úgy mondtam, idegenben sok gólt kapott, de egyedül egyet se, otthon meg egyet se kapott még a Fradi, és hát ha nem kap most sem otthon gólt, akkor megvan a csoportkör. Tárpt. Jó cselek Tárptól, Tárpt még, és jó a szerelése Miha Blazsicsnak. Zubkov. Ez nem az övé lesz. Ferro vette át. Rafa Silva, ő viszont kivezeti. Technikai hiba, ilyen Zubkov bedobása. Uzuninak, és megszerzi Uzuni a labdát, és jól vágja előre, Boli, nincs hátul védő, ott a nagy helyzet, Boli kivár, Tokmak, és belerúgja a kapusba Tokmak. Ez Bolinak kellett volna igazából szerintem ellőnie. Szöglettel jöhet Zubkov. Kifejelik, kipattanó még ott van, Zubkov vissza. Így, ez magas volt, viszont ott van még Harát, ójjaj, Lovrencsics, egy óriási hiba, hát a mögé jött a labda, és ebből most kontrasztott a Benfica, Diego Souza, szépen csinálják, ott lehet volt egy lökés, de ez már tényleg szabálytalan szabadrugás a Benficának, Pizzi gyorsan elvégzi, és köszönjük szépen, eladja, ajajajajajaj, ott meg Uzuni és Lovrencsics, de hozhatja már Lovrencsics, jó passz a Zubkovnak, és ott Boli kéri középen, Zubkov, Ferrora vezeti rá, Zubkov még, Ferro szereli le. Ferro, Grimaldo. Blazsics. Kicsit eltöri. Igen, ez így baj volt. Samaris megszerzi a görög. Diego Souza. És még marad nála a csereként bált Souzánál. Blazsics. Ez szép volt. Harakin. Lajduni. Boli. Ruben Dias. Weigl. Cserélni fog majd a Ferencváros. Weigl. Lepattan, Tárpt, Tárpt még, Diego Souza, elővédibusz! Kellett azért ez a védés most, hogy azért maradjon a 2-0. Pizzi szöglete, Boli Szignyevics csere, jön megint Szignyevics tehát, Bolinak ennyi jutott mára. Volt egy nagy helyzet a Bolinak, de hát azt leadta Tokmáknak, ő meg kihagyta a labdát. Lövőhelyzet közben levágódik a kísérlet. Blazsics. Diego Souza. Rafa Silva. Jön az újabb beadás mellé megy a fejes, és itt a vége. A Ferencváros Zubkov duplájának köszönhetően nagyon közel került a Bajnokok Ligája csoportköréhez, hiszen idegenben 2-0-ra legyőzi a Benficát, és ezzel hát teljesítette azt, hogy ne kapjon gólt, megrugott is idegenben. Úgyhogy Benfica Ferencváros 0-2, jön majd a Grupama Arénában a visszavágó, lehetőleg ünnepelhetünk majd a végén egy BL csoportkört.